köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon emelni kell a közel 10 éve érvényben levő parkolási díjakat. Évértékelő a Babits Mihály Kulturális Központban, a nehézségek ellenére minden célt elért az intézmény. Eredményes évet zártak, idén minden programot meg tudott tartani a Székely Szövetség. Alkotó gyerekeket ismertek el, roma vezetők és a rendőrség közösen írt ki pályázatot a kicsiknek. Emelni kell jövőre a parkolási díjakat a Tolnai megyeszékén, mert a közel egy évtizede érvényben levő összegek már nem fedezik a költségeket. Erről szerdán döntöttek a képviselők. Az év utolsó közgyűléséről az Éjjel-Szekszár tagjai közül többen ismét kivonultak. Nem akartak szavazni, ezért ismét kivonultak a közgyűlésről az Éjjel-Szekszár tagjai közül többen, pedig fontos témáról kellett volna véleményt nyilvánítani. A Tolnai megyeszéken ugyanis a 8 éve érvényben levő parkolási díjakat korrigálni kell jövőre az elszálló pénzromlás miatt. Sajnos infláció van. Tehát infláció van, az árak emelkedtek. Azon kívül például a szekszári parkolási díjak azok kimondottan alacsonyak voltak eddig. 8 éve nem nyúltunk a parkolási díjhoz. Lehet azt mondani, hogy hiba volt, de egyszer meg kell tenni. Ezért jövőre a parkolási díjért óránként 400 forintot kell majd fizetni a belvárosban. Ez akkora összeg, amekkorát a hasonló nagyságú településeken is elkérnek ezért a szolgáltatásért, és nagyjából fele annak, ami az adóhatóság szerint indokolt lenne. Zaják Rita javaslatára a jövőben a befolyó többletből a tervek szerint a korábbinál több forrás jut majd a már meglevő parkolók karbantartására és felújítására. Azt kértem, hogy a bevételből, ami a megemelt parkolási díjakból származik, mindenképpen fordítsunk nagyobb összeget a meglévő parkolók rendben tartására és rendetételére. A piaci díjak is emelkednek némileg, infláció követő mértékben. Ezentúl ugyanis a kihelyezett ládákért is fizetni kell. Azok ugyanis gyakran sokkal több helyet foglalnak el, mint amennyit az eladók bérelnek. A befolyó pluszköltségből fejlesztik az elárusító teret. 10 millió forint fölötti az árajánlat, ami érkezett, ez egy acél sodronyos háló felszerelése, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy galambok az oszlopok környékére üljenek, a többi helyre pedig a hagyományos vagy klasszikus tüske, amit látunk több helyen, ezek lesznek kihelyezve, és hát reméljük erre fedezetet nyújt a díjemelés. Szekszárdon idén a tervek szerint már nem tartanak közgyűlést, a következőre várhatóan 2023. januárjának második felében kerül sor. Cipős doboz akciót szervezett a Dombovári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Náluk ennek már hagyománya van. Egy helyi festékszaküzlettel fogtak össze, hogy nagycsaládukban élő gyerekek karácsonyát tegyék szebbé. Az adományok egy autónyi már el is jutott a kicsikhez. Azokat Boros Gyevi Tamás, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat részéről Varga Stadler Máté adták át. 308 Tolna megyei cég 3793 alkalmazottja vett részt abban a Tolna megyei kormányhivatal által irányított programban, aminek a célja az volt, hogy a koronavírus járvány idején ne nőjön a munkanélküliség. A dolgozókat átképzésekkel segítették a szakemberek, valamint a gazdasági nehézségek ellenére őket tovább foglalkoztató vállalatok pénzbeli támogatást kaptak. A célra több mint 500 millió forint állt rendelkezésre. Számos nehézség ellenére sikeresnek mondható évet zárta a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ, mondta évértékelőjében Berlinger Attila igazgató. Hozzátette, hogy jelentős teher lesz a következő esztendőben a nagy rendezvények lebonyolításakor az energiaárak kiszámíthatatlansága, hiszen ez teszi ki a költségek jelentős részét. Az év legnagyobb sikere, hogy minden nehézség ellenére ismét volt pünkösdi hal és vad ünnepe és szüreti fesztivál is. Bár ez utóbbinak leginkább várt rendezvényét, a felvonulást elmosta az eső, mondta Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója. A Covid súlyos károkat okozott a civil közösségek életében, és majd fél év kellett ahhoz, hogy újraéledjenek és korábbi erejükhöz méltóan tudjanak bemutatkozni. Ugyanez a tendencia mondható el az előadások látogatottságáról is, a nyár hozta meg a színházi közönség kedvét annyira, hogy ősszel már teltházas rendezvényekre kerülhetett sor. A legnagyobb kihívást az energiaárak emelkedése jelentette, mondta Berlinger Attila.
Itt az őszi időszaknál a rengeteg program között azt kellett nap mint nap nézzük, hogyan tudunk megtakarítani energiát. Ebben nagyon sikeres volt a ház, kiváló technikus kollégáim vannak, és a távhő munkatársaival együtt olyan technikai intézkedéseket tudtunk bevezetni, melynek köszönhetően több mint 60%-át meg tudtuk takarítani a késő őszi, kora téli időszakban felhasznált energiának. Így is azért a számláink emelkedtek, de mégsem abban a mértékben, ami teljes bezáráshoz kellett volna vezessen. Az energiaárak változása a jövő évi terveket is jelentősen befolyásolják, hiszen ma már a rendezvények költségvetésének 60-70%-át nem a fellépők tiszteletdíjai, hanem ezek a költségek teszik ki. Ezzel kell nagyon okosan kalkulálnunk. Abban maradtunk a város vezetőségével, a képviselőtestülettel is, hogy január-februárban többféle forgatókönyvet készítünk, többféle költséget is készítünk, minden esetre megpróbálunk felkészülni, megpróbáljuk az árakat úgy behatárolni, hogy legalább egy-két nagy rendezvény még ezek mellett, a magas árak mellett is megvalósulhassanak. Elképzelhető, hogy szűkíteni kell a civil csoportok bemutatkozási lehetőségeinek körét, és át kell gondolni a jövőre nézve a programokat is. Számos tervünk van, de a legfontosabb, hogy a ház működőképességét folyamatosan fent tudjuk tartani, mondta Berdinger Attila. A vidékfejlesztési program keretében ebben az évben csaknem 400 milliárd forint támogatást fizettek ki a gazdáknak, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy 2021 és 2027 között a korábbi évekhez képest meg háromszorozódott a rendelkezésre álló vidékfejlesztési források mértéke. A tárca még 2021-ben kidolgozta és elindította a Megújuló Vidék, Megújuló Agrárium programot, amely a magyar vidék gazdaságának gerincét adó mezőgazdaság és az élelmiszertermelés teljes modernizációját tűzte ki célul. Az Agrárminisztérium az elmúlt két évben számos pályázati felhívást jelentetett meg, amelyekre a várakozásokat meghaladó mértékben nyújtottak be támogatási kérelmeket a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar szereplői, tette hozzá a szaktárca vezetője. Közel 300 rajzot és festményt küldtek be a gyerekek arra a pályázatra, amit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja és a Tolna megyei cigányönkormányzat közösen hirdetett meg. A legjobb alkotásokat most ismerték el a szervezők, összesen 16 díjat adtak át. December 19-én készültek ezek a felvételek, már akkor dolgozott a zsűri, hogy elbírálják a beérkezett pályamunkákat. A bizottság elnöke szerint a kicsik idén különösen kreatívak voltak. Hál' Istennek sikerült nagyon sok olyan pályamunkát találnunk, amelyek tényleg érdemesek voltak arra, hogy felkeltsék a zsűri figyelmét, és a végén elég nehéz döntés eredménye lett az, hogy sikerüljön a díjazottakat kiválogatni. Jaksa Zsombor Bikácsról érkezett a rendőrség szekszárdi Tarcsai utcai épületébe, hogy átvegye a legügyesebb felsősnek járó díjat. Ő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait rajzolta le. Egy ne háborúsz felirat, és hogy szerintem a háború helyett miket kéne csinálni. Hogy tanulni, játszani, olvasni, meg többet lenni a családoddal. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi munkacsoportja és a Tolna megyei cigányönkormányzat harmadik alkalommal hirdette meg a gyermekek számára kiírt rajzversenyt. Az idei évben minden korábbinál több alkotás érkezett be. Közel 300-an jelentkeztek erre a pályázatra, és küldték be a rajzaikat. Egyesek saját maguk készítették, illetve saját maguk küldték be, valamint különböző iskolákból érkeztek a megye számos pontjáról ezek a művek. A pályázat kiírói azt kérték a gyerekektől, rajzoljanak vagy fessenek bármiről, ami szerintük aktuális. Adtunk egy kicsi segítséget a gyermekeknek, ugye csak általános iskolás gyerekek vehettek részt, alsó felső tagozat. Az tulajdonképpen a jelenleg kialakult helyzet Magyarországon, és itt a szomszédos országban, hogy a háború, a szegénység, a rasszizmus, családon belüli erőszak. A kezdeményezést a Tolna megyei önkormányzat is segítette. Ők külön díjjal készültek az egyik szerintük különösen aktuális rajz alkotója számára.
Én örülök annak, hogy a gyerekek már nagyon fiatalon ezáltal a rendőrséggel egy kapcsolatot építenek ki, másképpen tekintenek a rendőrökre, mint partnerekre, leépül ez a rendőrtől való félelem, és egyáltalán megértik azt, hogy miért fontos odafigyelni bizonyos dolgokra. A mostani díjátadón összesen 16 fiatal munkáját ismerték el. Egy elkoborolt kutyát mentettek meg paksi rendőrjárőrök. Bagladi Zoltán zászlós és Illyés László éppen a Barátság utcában dolgoztak, amikor észrevették a szelíd, nyakörvet viselő négylábút. Azonnal oda mentek hozzá, és amikor látták, hogy az állat semmiféle ellenállást nem mutat, óvatosan az autójukba tették, és a helyi kapitányságra mentek vele. Ott aztán sikerült leolvasni a bőre alá ültetett csipet, így a gazdáját is könnyű volt elérni. A Rocky nevű kutya azóta már otthon van, és a karácsonyt várja. Meghúzott egy parkolóautót, majd egyszerűen továbbhajtott egy sofőr Szekszárdon. A baleset a Tolna megyei rendőrfőkapitányságtól néhány méterre a Mészáros Lázár utcában történt. A rongálót azóta is keresik. Emellett még három másik hasonló eset történt Tolna megyei útjain az elmúlt 24 órában. A rendőrség minden közlekedőtől fokozott figyelmet kér. Székely Csűrt adtak át néprajzi tábort és folklórfesztivált tartottak. Csak néhány példa a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének 2022-es évéből. Az elnök azt mondja, örül annak is, hogy most már egyre több településen lelhetőek fel kopjafák, szobrok, a székelységhez kötődő jelképek. Az elmúlt évekhez képest 2022 kifejezetten jól alakult a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, mondja Illés Tibor elnök, hiszen az idénre tervezett programokat a szervezet mellett minden Tolna megyei hagyományőrző csoport is maradéktalanul meg tudta tartani. Nagy programunk a Bukovina Fesztivál, ahol külhoni csoportok is, ugye természetesen, hiszen ők is tagegyesületeink, és eljöttek, és így tényleg egy nagy programra kerekedett. Ugyan nem természetes, de sajnos ugye teljesen az ukránok például nem tudtak részt venni. Ebben az esztendőben is megszervezték a néprajzi tábort, amelynek ezúttal kismányok adott otthont, illetve több beruházás is megvalósult idén. Ugyanis egy székely csűrt is átadtak szintén a településen. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége még 2021-ben nyert közel 4 millió forintot az Agrárminisztérium pályázatán. Ebből az összegből jöhetett létre a különleges hagyományőrző helyiség, amely régi kézműves szakmákat és egyben munkafázisokat mutat be egy állandó kiállítás keretén belül. Itt többek között az asztalos, csizmadia, valamint a szűcs, és a jövőben még a kovács mesterséget is gyakorolhatják a látogatók. Én úgy gondolom, hogy be fogja állni ez is a helyét, hiszen elveszőben lévő szakmákra gondolva, szeretnék egyfajta, illetve ez a gondolat vezérelt, hogy átmenteni, és tényleg a jövő számára be tudjuk mutatni ezeket, amelyek én úgy gondolom egyik évről a másikra el fognak tűnni, és el fognak kopni. Az elnök hozzátette, örül annak is, hogy most már egyre több településen lelhetők fel kopjafák, szobrok, a székelységhez kötődő jelképek. Regionális híreink következnek. Hatalmas volt az érdeklődés, rengetegen látogattak ki az adventi programokra Kaposváron. Több mint 100 cipős doboz gyűlt össze a Baranyai megyeházán, kormánysági gyerekek kapják az ajándékokat. Történelmi magyar siker, 2 baranyai kutyás is a világ legjobbjai között. Több héten át tartó programsorozattal várták a kaposváriak az idei adventet. A Sétáló utcában, a Pajta Színházban és a Csiki Gergely Színházban is számos helyi és neves fellépő szórakoztatta az érdeklődőket.
A legkisebbek és óvónőik zárták az adventi program sorozatot Kaposváron a főtéren. Az elmúlt hetekben advent első vasárnapjától kezdve szinte minden nap volt valamilyen kulturális műsor a helyszíneken. Mindig törekedtünk arra, hogy minél színesebb és minél több legyen a program. Idén egy felhívást is megjelentettünk, hogy akinek kedve van és szeretné megmutatni magát, az lehetőséget kapjon, és volt is olyan fellépő idén, aki ennek a felhívásnak a kapcsán került a látóterünkbe. A második szombaton a Decsi Vivérek voltak itt Csurgóról, és egy nagyon-nagyon frappáns és magas színvonalú műsort adtak, úgyhogy voltak ilyen nagy találkozások is ebben az időszakban. A több mint 500 fellépő a 4 hét során régóta nem látott látogatottságot és érdeklődést is hozott. Az idei advent egy látogatottabb időszak volt, mint ahogy visszagondolunk az elmúlt évre. Ugye tavaly azért még egy kicsit korlátozott volt a rendezvényszervezés, tavaly előtt megtartani sem lehetett épp a Covid miatt, úgyhogy mi is pont ezt beszélgettük a kollégákkal, hogy valószínű, hogy keletkezett valamilyen az együttlét, a közösen eltöltött idő kapcsán valami hiányérzet az emberekben ebben az elmúlt bő 2 évben. És tényleg egy magasabb látogatottságot hozott. Ezt nem csak a szervezők, hanem a vásártéren az árusok is így érezték. Persze az emberek szinte úgy akartak kiszabadulni ide a városba, hogy itt lássanak a főtéren, megijessenek egy forradbort, készülődjenek karácsonyra, kicsit kikapcsolódjanak, biztos mindenkinek szüksége volt arra, meg hogy együtt legyenek, nagyon sokan csoportosan érkeznek, családokkal, barátokkal, munka után. Az adventi programsorozat kedden este lezárult Kaposváron, de a vásári forgatag még péntek estig várja az érdeklődőket. A szervezők pedig már a szilveszteri programokra is készülnek. A programok is este 9 órakor indulnak, egy helyi rock együttes adja meg az alaphangot, majd Gangsta Zoliék fokozzák azt tovább egészen éjfélig. A városi köszöntőt követően pedig DJ-k szórakoztatják a főtérre érkezőket. Több mint 100 cipős doboz gyűlt össze a Baranya megyei önkormányzat szervezésében. Az ajándékokkal teli csomagokat most adták át az Ormánsági Fiatalokért Egyesület számára. A szervezet közel 1000 gyermek karácsonyát teheti így szebbé, hiszen még ezen a héten megkapják a meglepetéseket a hátrányos helyzetű családok. A Baranya Segít program keretében idén is meghirdette cipős doboz akcióját a Baranya megyei önkormányzat. Őri László elnök ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az infláció következtében az energia és az élelmiszárak nagy mértékben megnövekedtek, így sok család kerülhetett nehéz helyzetbe. Rajtuk kötelességünk segíteni, főként az ünnepek a karácsony közelettével, tette hozzá az elnök. A megyeházán koordinált cipősdoboz akció keretében több mint 100 gyermekeknek, fiúknak és lányoknak összeállított cipősdoboz készült el, amelyet most fogunk elszállítani Cún, Kémes és a környező településekre. Öröm azt megélni így az ünnepek közelettével, hogy Baranya megye összefogásból, szolidaritásból az idében is jelesre vizsgázott. Az összegyűlt felajánlások az Ormánság legkisebb településeire kerülnek. A nehéz helyzetben élő családoknak, gyerekeknek szeretnének ezzel örömet szerezni. 2019 óta az Ormánsági Fiatalokért Egyesület is végzi ezt a tevékenységet. A szervezet most hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű több gyermekes családoknak teszi szebbé karácsonyát. Mi gyakorlatilag ebbe a pár napba, ebbe az egy hétbe megcsomagoltunk közel 400 kisgyereknek a csomagját 11 éves korig, és hát ezeket a csomagokat is természetesen több településre el fogjuk juttatni. Átlagban egy településen 60, 50 és 60 gyerekről van szó, úgyhogy nem tudjuk, hogy pontosan ez hány darab, de szerintem egy 3-4 település gyerekeinek ezeket eljuttatjuk még a héten. A csomagok be is kerültek ebbe a kis buszba, így hamarosan mintegy 1000 gyermek örülhet az ajándékoknak, és egy szép karácsonyt élhetnek meg családjaikkal. 38 országból több mint 300 fő. Ennyien indultak az Agility világbajnokságon Ausztriában. A megmérettetés magyar szempontból az eddigi legsikeresebb világverseny, ugyanis csapatban 3 kategóriából 2-ben dobogósok voltak a magyarok. Én erre a VB-re is úgy mentem ki, hogy mindent szeretnék megtenni, így a csapatért, meg így én ilyen nagyon csapatjátékos vagyok, szóval nekem az, hogy így Magyarországot képviselhettem, és csapatban az ilyen, az így minden. Petra és Kító, illetve Evelin és Sasa.
Ők négyen a világbajnoki ezüstérmes magyar agility csapat tagjai médium kategóriában. A megméretetésre, melyre szeptember végén Ausztriában került sor, a négy főből és négy kutyából kettő hölgy és kettő úszkár Baranya megyéből érkeztek. Evelinék indulása nem volt egyértelmű, ugyanis Szársa egy műtétből épült fel a versenyre. Úgyhogy én úgy voltam, hogy 10 hetet pihent Szársa a VB előtt, én az esélytelenek nyugalmával vágtam neki, és csak azt mondtam, hát fussuk, amit tudunk, és azért az első futamban Szársa meglepően elindult, és én csak kerestem önmagam, hogy úristen, én úgy futam, hogy 10 hete, úgyhogy, de így tényleg klassz volt. Tehát ugyan egy felejthetetlen élmény, nagy élmény, jó lenne újra átélni, nyilván mindent megteszünk, hogy ez így legyen, úgyhogy meglátjuk, mi lesz, meg mit hoz a jövő év. Az agility jó kapcsolatépítő sport kutyának és gazdájának. Egy adott pályán, adott akadályokat, adott sorrendben kell minél gyorsabban és pontosabban teljesíteni. Petra elmondta, ahhoz, hogy valaki válogatott kerettag legyen, tavasszal két hétvégén 12 futamot kellett teljesíteni. Az ott elért eredmény alapján számolják ki, hogy ki jut ki az Európa-bajnokságra, ki a világbajnokságra, ki egyéniben és ki csapatban. Nagyon stabil versenykutya, ez azt jelenti, hogy ha én nem mutatok rosszul, vagy nem csinálok valamit rosszul a pályán, ezért mondtam, hogy nagyon szerintem sokkal többet számít a felvezető, akkor nagyjából szinte 1000%, hogy hibátlant fut még a legnehezebb versenypályákon is most már, azt elmondhatom. Ezért ő nagyon jó csapatkutya. Nem olyan nagyon-nagyon gyors, mint a világélmezőnyében lévő kutyák, akik az elején vannak, viszont egy jó átlag középtempóval rendelkezik, és nagyon stabilan tud hibátlant futni, és ezért csapatban pedig nagyon szépen megállja a helyét. A világbajnokságon amúgy Kito volt az egyetlen a magyar csapatból, aki hibátlanul ment végig mind a két pályán. A 2022-es Vehati világbajnokság volt a magyar kutyás agility sport legsikeresebb megmérettetése eddig, mivel a médium második hely mellett a mini kategória csapatban aranyérmes lett. Januárban mindig megtelnek az edzőtermek, ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, aki az állapotfelmérés után személyre szabott edzéstervet dolgoz ki annak függvényében, hogy mi a célunk. Személyi edzőből úgy tűnik nem lesz hiány, egyre többen jelentkeznek ugyanis a képzésekre. Az elméleti tananyag elsajátítása után már a gyakorlati feladatokat végzik a fiatalok Szakács Sándor irányításával. Ők a MyMove személyi edző vagy instruktor képzésre jelentkeztek. A tanfolyamokon az alapokat lehet megtanulni, aztán még hosszú évek munkája, míg valaki elismert szakemberré válik, mondja a személyi edző. Az, hogy divat lett a személyi edzőt foglalkoztatni, én úgy gondolom, ez egy nem is divat kérdése, hanem ez egy jó ötlet. Tehát mivel ez egy veszélyes üzem, én mindig azt tanácsolom minden kezdőnek, hogy az első pár alkalommal, igenis, hogy személyedző mutassa be a gyakorlatokat, a gépeket, jól kell, hogy rögzüljenek azok a gyakorlatok. Tehát nem divat kérdés, ez egy fontos. Talán kezdenek ráeszmélni az emberek, hogy ez igen, ez kell. Mivel a várnál többen jelentkeztek a képzésekre, Szakács Sándor felkért még egy személyedzőt, aki egyben dietetikus is, hogy segítse a munkáját. Gyakorlatilag a legfontosabb része talán a táplálkozás. Az edzés részében általában nincsenek hibák, vagy nem olyan súlyosak a hibák, viszont a táplálkozásban nagyon sok a félreértés és nagyon sok a dezinformáció, tehát nagyon fontos, hogy helyes étrendet tudjanak követni a sportolók, sportolni vágyok, főleg profi szinten ez kulcskérdés. A fogyókúra, a rendszeres mozgás vagy a dohányzás abbahagyása a legnépszerűbb újévi fogadalmak közé tartozik. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, aki az állapotfelmérés után személyre szabott edzéstervet dolgoz ki annak függvényében, hogy mi a célunk. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon emelni kell a közel 10 éve érvényben levő parkolási díjakat. Évértékelő a Babits Mihály Kulturális Központban, a nehézségek ellenére minden célt elért az intézmény. Eredményes évet zártak, idén minden programot meg tudott tartani a Székely Szövetség. Alkotó gyerekeket ismertek el, roma vezetők és a rendőrség közösen írt ki pályázatot a kicsiknek. Pénteken megenyhül az idő, erősen felhős és átmeneti napos időszakok, valamint területek változnak majd. Napközben csak kevés helyen fordulhat elő jelentéktelen eső. A maximum hőmérséklet délnyugaton már elérheti a +11 Celsius fokot is.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!